Egy modernkori másolat. Volt-e neked olyan év a valami vezetősi, döntési helyzet, és most próbáljuk valami nagyon konkrétat, mondjuk a kiválasztásban, amikor rosszul döntöttél? Igen, volt. Logisztikai igazgatóként dolgoztam, és úgy döntött a cég vezetése, hogy a beszerzési osztályt is oda csatolja a logisztikai igazgatósághoz. És egy teljesen demoralizált beszerzési osztályt kaptam vezetőnél. Beszerzési menedzsert kellett így fölvennem. A szokásos úton tettem, hályosztályos működve, önáltalagi bekérésre, áttanulmányozása, interjú, és az alapján meghoztam a döntésemet, ahogy addig is tettem, és mind azok előtt is láttal, ahogy mindig ilyen kevert döntésünk voltam, tehát néztem egyrészt a Tehát nem csak ösztönösen, hanem is valamilyen tudományosabb módszerrel választasz? Nem tudományos módszerrel. Nem. Lehet, hogy ez tudománytalan, de inkább az ösztöneimre. Persze megnéztem az önéletrajzot, tehát nem úgy volt, hogy ezt félredugtam. És mondom, ahogy korábban is tettem meg, ahogy utána is tettem, az alapján hoztam meg a döntésemet. Nagyon fontos, hogy minden posztot megtalálni a megfelelő ember. Hiszen a csapatot egészben kell látni, mint az elefántos példát már egy sokan ismeri. Jó, hogy egészben gondolsz a csapatodra. És komolyan megbízást pedig csak annak adjuk, akinek ismerik a tehetbírását, hogy egy ilyen tényleg komoly munkakor vagy nagyon jó ajánlással, vagy olyan tesztekkel, olyan assessment center, vagy egyéb eljárással választjuk ki, ami biztosabb, felveszi nem csak az intuíció, bár az is nagyon fontos.